Kedves gyerekek, a mai napon egy karácsonyi mesével készültünk nektek, fogadjátok nagy szeretettel. Pásztorok a hegyen. Betlehem mellett a hegyoldalban pásztorok őrizték a nyájat. A hideg téli éjszakák nagyon hosszúra nyúltak. A pásztorok a tűz köré húzódtak, a farkasok és a tolvajok ellen pedig őrszemet állítottak. Ezt az éjszakát valami különös, izgatott várakozás töltötte be. Talán a Betlehem felé vándorló sok ember miatt, vagy mert a bakacsin égen sosem látott fénnyel sziporkáztak a csillagok. Hirtelen nagy fényesség támadt a magasban, nagyobb és erősebb, mint akármelyik csillag ragyogása. A pásztorok rémülten vetették magukat a földre, még a fejüket is eltakarták. Az egyik pásztor vigyázva felemelte a fejét, csodálatos, fényes angyalt látott. Ő beszélt hozzájuk. Keljetek föl és induljatok! Betlehemben egy istálóban ma éjszaka megszületett az Isten fia. A pásztorok talpra szökkentek, és megleptetten látták, hogy az ég tele van angyalokkal. Énekkel és imával köszönte meg az Istennek az angyalok kara, hogy elküldötte fiát a földre. Mikor az angyalok eltűntek, a számadó azt mondta a többieknek. Induljunk, menjünk be a városba és keressük meg a gyermeket. Angyalok jelentették a hírt, nem kételkedhetünk benne, megszületett az Isten fia. A pásztorok sietve indultak lefelé a hegyről, a legfiatalabb felkapott egy újszülött bárányt. Ajándékot kell vinnünk a gyermeknek, mondta. Könnyen megtalálták az istállót. József lámpája messzire világított az éjszakában. Fénye kirajzolta a jászol fölé hajló párt. A jászolban ott feküdt a gyermek. A pásztorok köréje gyűltek, és csodálták. Milyen békésen alszik. Most csak alszik, de majd mindnyájunk megváltója lesz.